Hát nekem erről tudod, mi jutott eszembe egy Bólincs Tibi Rigmus. Hát, most ezt hagyjuk, de... Na nem úgy értem, hanem hogyha valaki tudja elemezni a fejeseket. Igen, hát annak a jelentőségét, hogy mennyit sokat kell gyakorolni a pontrugásokat, szabadrugásokat, szögleteket, mert egy ilyen felállt védelem ellen sokszor egy ilyen begyakorolt figura eldöntheti a találkozó sorsát. Ez egy nagyon klasszis fejes. Egy fantasztikus fejes volt. Egy kicsit még magas is volt Sándornak a labda, és még így is fölment és meg tudta húzni. Úgyhogy ez egy bravúros gól volt le a kalappal előtte. Igen, magam is. Így gondolom. És aztán a 61. percben jön tulajdonképpen a mindent eldöntő gól. Álves készíti le Nikolicsnak. 2-0. Nagyon szép gól volt, majd itt lehet látni, talán még közelebbről is, hogy bokából csak beleteszi és beforgatja, így, ez a boka mozdulat. Szóval ezek a nagy dolgok, amikor így le tudja készíteni egyik a másiknak, és egy ilyen 2-1 elleni villanás elég ahhoz, hogy gól szülessen. Ahhoz viszont kellenek magasan képzett technikai játékosok, technikai tudással rendelkező játékosok, ez a boka mozdulat döntött el. Így van, ezzel együtt, bocsánat, ez megint ugye a pont az, amit Mezei György mondott, mert ez tulajdonképpen Lesnek kellett volna lennie, ha Márton pont egy lépéssel kijebb van, ez már megint a fáradtság, a helyezkedés hiba. Hát, volt egy kamerálás, ahol ez teljesen látszott, hogy nem véletlenül állnak ott a siófoki védők, ahol csak az egyik hátrébb állt egy fél méterről. Így van, ez ilyen kis csapatok esetében előbb-utóbb ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy bejön a hiba pont. Igen. Tehát egy figyelmetlenség, egy kihagyás, és elég ahhoz, hogy gólt kapjanak, és onnantól kezdve már nem igazán tudnak talpra állni. Na hát a hiba pont.